Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Hova megyünk, srácok? Zoborba. Zobori élmény. Így van, élményparkba fogunk menni. A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Volt már hasonló videó, ugye azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt csináltunk egy hasonló videót, amikor azon a nagy függ a hídon. Hídon ment, ahol féltem átmenni, most itt is lesz minden az élményparkba, ki fogunk próbálni mindent, amit csak lehet. Hullámvasút, vízicsúszda, meg minden. Meg fülmész ilyen magasra, azt le. Torony, csak az 85 kilóig jó, úgyhogy én kiestem ebből a történetből. De amúgy sem merni 50 méter magasra. Dehogy nem. Na, indulhatunk? Indulhatunk. Bacsi! És tartsatok velünk. Az első megálló helyünk Nagyrada, mivel itt szálltunk meg, itt is fogunk aludni, most pedig irány az Élmény Park családos túl! Ez a... Na mi van, srácok? Semmi. Hol is van? Hol is lehet? Izgultok? Valóban. Ott az a nagy torony, oda megyünk föl, 50 méter magas. Hol? Ott. Gyere ide. Ott, 50 méter magas. 50 méter magas, én oda felülök. Megindulok, ahogy oda felnézek. Ez a henger azt mutatja meg éppen, hogy mennyi víz van benne. Hát elég sok. Fel fog tőtődni a tetejére. Most az ágyúzó ott játszik a háttérbe. Ha mindjárt ez lesz. Mi ez? Mocsárjárát? Az. Mocsárjárát rádikál. Mariát, szüljön egyszerű. Jó, neked. Ez mit csinál, Ákos? Ott kijön a víz a végén. Ott kijön a víz a végén? Ott vagyok én. Most én. Na, milyen volt? Ez nagyon durva. Eltűnt a gyerek. Rácok most lecsúsztak itt a benti csúszdákon. Ádikának nagyon dobog a szíve, hát én nem mertem, nem tudom, mert gyerek bátrabb, mint én. Új, dobog a szíve. Most pedig, még biztos nem dobog. Most pedig megyünk a hullámvasútra. Nagyon durva volt, levideóztad. Akkor nem jött fel. Remeg a kezem. Na, milyen volt? Nagyon jó volt. Így vágsod szóra, így anya? Jó volt, de többet nem lesz. Végeztünk a hullámvasúttal, hát én másodszor már nem ültem fel, így is két kört ment. És hát elég ijesztő. Igen, így elég ijesztő, de tényleg nagyon szórakoztató. Érdemes kipróbálni. És én lehet felülök arra a zuhanyó toronyra, ami 50 méter magason van. Igen. Feszültségoldó. Feszültségoldó, így van. Meg legyőzi az ember a félelmeit, anya is felült, úgyhogy király. Ezt én nem hiszem el, hogy ma megint ilyen van. Fú, utálom ezt. Utálom ezt. Na mi van, Ádi, te is fész? Anyáék is harcba szállnak. Gyerünk, srácok, gyerünk! Milyen volt? Csajok, lemertek csúszni, én nem. Sziasztok, srácok, mondjatok valamit nyugodtan! Iratkozzatok fel az Danira! Jön a Niki meg az Ádi onnan fentről. Köszi! Ez benne lesz! Jön a Niki meg az Ádi! Azaz! Hello, sziasztok!
Na, jó volt? Itt vagyunk épp a Zobori Élmény Parkban, és itt találkoztam kedves nézőkkel. Sziasztok! Hello! Iratkozzatok fel! Köszi! Ezt a kecskét fel kell teljesen a csengőig lökni. Nézzük! Meddig innen... Lehet kapaszkodni. Csak eddig jól! Már mi a trükköd? Erőket! Hát ez hihetetlen! Nagyon jó elszórakozunk itt a Zobori Élményparkba, és képzeljétek el, hogy most fogunk menni a toronyhoz, de oda sajnos nem ülhetünk fel, meg most nem is látszódik, mert 85 kilóig lehet max fölülni, azt hiszem. Fogyni kell. Most a popont eltalálta! Minimum súly van, 40 kiló, max súly nincs, de én fostos vagyok, hát és nem örül. Nem ülök fel, mert fostos vagyok. Főfele kell nézni, így van! Szeg! Niki megállt! Niki, mi van? Rácok, most kipróbálják ezt a csodát. Jöjjetek! Ben voltunk a szabaduló szobában most a többiekkel. Nagyon király, nagyon szeretem az ilyen logikai játékokat. Nagyon, nagyon jó éreztük magunkat. Most pedig paintballozni fogunk, viszont egymással nem tudunk, mert már kicsúsztunk az időből, de célba lőni még engednek, úgyhogy nagyon kedvesek az itt dolgozók. Fantasztikus ez a park, úgyhogy nagyon jó érezzük magunkat. Jöhet a célba lövés. Ákos legyőzte a félelmét. Ezen a tornyon lemert csúszni, vagy ugrani, vagy mit csinál? Zuhanni. Én nem mertem volna. Hogy sikerült legyőzni a félelmed? Jó kérdés. Jó, nem tudtad, mi vár rád, mi? Nem. Ügyes voltál. Ádika szegényke pedig mai jövőre menni is 40 kiló. Gyerünk, kedvesem. Küldjed, mintha én lennék ott. Reméljük, hogy jól szórakoztatok ebben a videóban, srácok, ti? Nagyon jó volt. Ákos legyőzte a félelmét, Ádikának még egy kicsit híznia kell. Hát én nem ühettem föl, mert 40 kilótól lehet, én meg nem vagyok. Szegénykém, de ma jövőre akkor visszamegyünk. Ha tetszett a videó, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok föl a Nasz Dániel csatornára. Köszönjük szépen! Sziasztok!